Csúfolásig megtelt a győri Nádorvárosi iskola kisebbik tornaterme, itt tartja a Nicsi Judo Kluba foglalkozásait. Diákkorosztályos judokáink vesznek most részt ezen az edzésen. Ők már az alaptechnikákat ismerik, néhány versenyen már voltak a 10 éven felüliek, a kicsik pedig még ismerkednek az alapokkal. A nicsiseknek majd különleges vendége van. Yasuhiro Awano korábban sportolóként meghatározó versenyzőnek számított. A tokiói világbajnokságon 2010-ben a 73 kg-osok között bronzérmet szerzett. Ő mutatja meg most a gyakorlatokat, mit hogyan kell csinálni, és hogy milyenek az első benyomásai. Én gondolom, jó. A 28 éves edző több magyar egyesületet is felkeresett a napokban, hogy megismerkedjen az itteni munkával, és megmutassa, mit tanítanak ők otthon Japánban. Annyira komolyan veszi a misszióját, hogy magyarul mondja, mire kell figyelni. Bal, jobb, könyök, vál, dobás. Amire az edzés alatt szükség van, az tökéletesen megtanulta ilyen rövid idő alatt is. Ma hüthatsz tékonyika is, arrás tékonyika, dob tékonyika. A nap elsősorban arról szól, hogy minél több párharcon vegyenek részt a gyerekek. Az edző azt is elmondta, hogy sokat kell gyakorolni, hogy valaki sikeres legyen, mert csak ekkor tud az adott pillanatban a megfelelő technikával előrukkolni. A szorgalom és a fegyelem nem ismeretlen fogalmak a nicsisek előtt, hiszen ezek szellemében készülnek hétről hétre. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a sporták hazájában ugyanezekre helyezik a hangsúlyt. Ez mindig egy motiváló, amikor egy nagymester, egy világbajnoki bronzérmes, eredményes nemzetközi versenyző látogat el az edzésre, és ő mint egy példakép mutatja gyerekeknek a technikákat, illetve már az ő jelenléte is motiváló számukra. A nicsisek kitűnő évet zártak, amit decemberben értékelnek majd. Akkor a legkisebbek egy házi bajnokságon egymás ellen meg is mutathatják tudásukat.